nyertes videóból, amely a Forgass a Földért elnevezésű versenyre készült az idei évben. A megmérettetés mintájára most újabb lehetőséget kapnak azok, akik szívesen készítenek videós tartalmakat, akár amatőr, akár profi szinten. Baranya Filmmaraton címmel indul ugyanis egy új filmkészítő verseny, melynek központi témája a megyei értékek. A Forgass a Földért nemzetközi versenyt felkaroló Pécsi Egyetem is részt vesz a szervezésben. Egy nap alatt kell, egy egynapos filmmaraton keretében egy egyminutumnyi alkotást valamilyen értékről megjeleníteni. Mobiltelefonnal, videókamerával, bármi mással meg lehet örökíteni ezeket az értékeket. Ezek lehetnek egyébként képi, zenei munkák, lehetnek egyéni, kollektív munkák. A felmérések szerint naponta 100 percet töltünk az interneten rövid filmek nézegetésével. Soha nem volt még ennyire népszerű a rövid filmkészítés, mint napjainkban, hangzott el a tájékoztatón. Éppen ezért korhatár nélkül bárki nevezhet a versenyre, sőt technikai megkötés sincs. A szabályzat viszont szigorúan kimondja, hogy az alkotásoknak Baranyában kell elkészülniük, méghozzá 24 óra alatt. Ezt garantálja az is, hogy a szervezők egy kis csavarral készülnek. Ehhez ugye a rajt pillanata az 11-én szombaton délelőtt van, és az interneten megjelentetünk délelőtt 10 órakor 3 olyan elemet, témaelemet, amiből egyet be kell építeni a filmbe. És nem csak egy ilyen pillanatra be kell villani, hanem valahol a történetnek a részének kell lenni. Azt még nem tudni, hogy mi lesz ez a három elem, de a szervezők bíznak abban, hogy nagy érdeklődés övezi majd a versenyt, amely június 11-én és 12-én lesz. Az pedig, hogy milyen értékekre szeretnék a jelentkezők felhívni a figyelmet, szintén nincs megszabva. Itt gondolunk szellemi értékekre, gondolunk az épített környezeti értékeinkre is, és miután a mecsek déli lankáinál helyezkedik el Baranya megye és Pécs városa megyeszéke, így természetesen a természeti értékeink bemutatását is várjuk ezeken az alkotásokon keresztül. A kezdeményezés célja többek között a fiatalok helyben tartása, illetve hogy Baranya több figyelmet kapjon és erősödjön a megye pozíciója. A verseny végén egyébként a győztes 500 ezer forint jutalomban és tárgynyereményben részesül, a legjobb filmek alkotóit pedig az egyetem fogja menedzselni a későbbiekben.